szerint az elmúlt években 300 millió forintot nyert a település. Az elmúlt 10 esztendő lemaradását sikerült a Magyar Falu Program lehetőségeivel behozni, mondta átadó beszédében Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókörzetének országgyűlési képviselője. De az már most is látszik, nem ez lesz az utolsó fejlesztés Alsónánán. Ez az út több mint 20 millió, 22 millió forintból készült el, illetve a csapadékvíz elvezetés 140 millió forintba került, mind a kettő nyertes pályázat során készült el. Örülök ezeknek a fejlesztéseknek. Most a következő lépcsőfokba szeretnénk azt, hogyha a két templomot is rendbe lehetne hozni. A katolikus templom felújításához szükséges 45 millió forint rendelkezésre áll. Potápi Árpád János azt is kiemelte, a választókörzetben 58 települést tartanak számon, ebből 56-nak van lehetősége pályázni a Magyar Falu Program támogatására, és az elmúlt években 2,5 milliárd forint jutott a térség korszerűsítésére. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, az elmúlt nyár bebizonyította, prioritást kell élveznie a települési vízelvezetést segítő programoknak. Itt a mi adottságaink Tolna megyében, hogy nagyon sok település völgyben van, megköveteli azt, hogy hasonló projekteket priorizáljunk az elkövetkező időszakban. A település óvodásai egy rövid utcai futóversennyel adták át Alsónána újjáépített utcáját.